Szevasztok, srácok, Csipi vagyok, és ebben a videóban elkészítünk egy egészen speciális SBC-t. Ugye most pénteken jött ki, egy hétig él egy ilyen speciális uh, Road to the Final Weekly Objective elnevezésű SBC, és egy ilyen teljesen speciális 85-ös tárt lehet uh, szerezni. <kül> Ugye ez egy fa ez újfajta, ez a kártya dizágn, ilyet mi nem láttunk a FIFA 19-ben, úgyhogy uh, egész érdekes kártya, meg egész jó kártya is szerintem, alapban ugye tágész jó kis OP védő, ilyen alacsony rating OP védő a Bundesligában, szóval ez a 85-es kártyája biztos, hogy nagyon ütős lesz, főleg, hogyha Bundesligás csapatod van. Kettő darab SBC-t kell hozzá teljesíteni, srácok. És ezzel a másodikkal fogunk kezdeni, ezzel a Germanival, ugye, hiszen a német válogatott, illetve a Bayern Leverkusenben játszik ez a két SBC. Ugyanis az első SBC-hez szereznünk kell egy speciális 83-as tát, azt hiszem a 83-as. Még az egy UEFA Europe ugye ezt egy UCL-es tát kell eltenni, viszont ilyen kártya nincs a játékban, nem lehet megvásárolni. Egyetlen egy helyről lehet megszerezni, srácok. Ez pedig egy heti feladat, hiszen heti feladat az, az SBC-nek a neve is. És itt láthatjátok, objectivesnél, hogy uh, road to the final, vagyis, uh, Bundesliga játékossal kell szerezni legalább egy gólt meccsenként, és ezt meg kell ismételni tízszer. Tehát tíz meccsen kell egy egy gólt szerezni Bundesliga játékossal, divízió rivázba, és uh, meg is kell nyerni a mérkőzést, akkor megkapjuk ezt a. ez az Európa Ligás. Uh, tát, ugye, ezt a 83-as tát, aki ugye nem... Uh, UCL játékos, hanem ilyen fekete új dizájnos, ugye, mint amit itt is láttok. Szóval ez az Európa Liga dizájn, srácok. Tehát ugye a kék az UCL dizájn, ez pedig az Európa Liga. Szóval amikor heti feladatban megszerzitek azt a tát, akkor befolyátok itt tenni ebbe a, SBC-be, és akkor lehet ezt az SBC-t kipörgetni. Na hát ezzel még nem vagyunk kész. Úgyhogy először megcsináljuk a második SBC-t, aztán majd hétfőtől péntekig játszuk a rivázba, és akkor behúzzuk ezt a 10 meccset. Most a hétvégén a... nem nagyon ér rá Alex, mert itthon sincs. Úgyhogy megcsinálom össze ezt a második SBC-t, és ki is fogom bontani a pakot, ugye. Itt egy 2 pak jár, itt pedig jár egy 45 k pak, ami nekünk be sem szokott csillanni. El van már készítve az SBC, és rácok, ugye 6 német játékos kell bele, egy ligából max 4 lehet, tehát nem lehet az egészet német ligából megcsinálni. 83-as rating, elé pont 85-ös kemiszit kértek. Hát lehet, hogy vannak olcsó megoldások ennél a futbinen. Amikor én csináltam, akkor ez volt a legolcsóbb, úgyhogy lehet, hogy azóta majd változnak az árak. Ugye van egy rakás német játékos lány, betettem egy kapust balra. Ugye ez a horn, ez Bundesliga 2 ez a mellé pedig már angol ligás, azért nem mind a hat német játékos Bundesligás. Aztán itt vannak francia játékosok, ugye különböző ligákból nem volt egy túl bonyolult SBC, el is nyomom. És akkor most ki is fogom bontani ezt a pakkot. Ugye egy kész van a fele, és akkor majd a végén megvágjuk, és akkor megcsináljuk ezt a fejét is rácok, de aztán fogjuk leközvetíteni, vagy belevágni a videóba, amikor a 10 meccset megnyerjük és lövünk. Szerintem a rosszal vagy a göccél fogunk majd gólt lőni nézzük ezt a 45 k pakkot, nem fogom bekeverni. Dob, amit dob. Á, faszért nem kevertem be. Ó, a legközelebb bekeverek minden pakkot. De tényleg minden pakkot. Tehát ez egy 45 k s nincs 80 as játék, az szánalmas. Ez szánalmas. Köcsög Ezt van egy rakás duplikét, meg egy fos, az egész pakk egy nagy fos, az képest egy 45 k nem ér az egész 8000 coint. Hát, srácok, Alex nagy küzdelmek árán, de végül összehozta ugye heti feladatba ezt a tát. Közben áthaszak itt kettő darab napi feladatot is. Sentinel, ugye itt mindig ilyen szarokat ad, nagyon ritkán ad itt jókat, egyszer adott nekünk itt a gyankort. Értek még a tegnapiak. Divizió rivális. Kontraktot ad. Na de akkor nézzük a heti feladatokat. Ugye ezt a Sheffield derbyt nem csináljuk meg, nekünk nem kell ez a Premium Electrum Players Pack. De ezek maradnak, Finesz Shot, 7-ből 7, egy Silver Players pakot ad. Ki is nyitjuk. Hát ezt elnyomom. Lelénykedtem egy walkout de nem jött az sajnos. Lelénykedtem egy ebből a pakból is. Nem eladható. Ó, most leküldök ide mindenkit. Köszönöm Na, következő nap, vagy heti feladat. Ugye World Class-on kellett nyerni két Squad Battle-es meccset, azért egy ilyen Hunter-t. nem tó. De ez mindig jó jön a Hunter. Na és akkor itt van, amiért lesz megküzdött, ugye 10 Rivals meccset kellett nyerni, és mindeniken kellett lőni legalább egy gólt Bundesliga játékossal, ezért az alap EL, tehát Európa Ligás tájér, itt most át is veszünk. Ez egy 83-as játékos, semmi extra, ugyanaz, mint a hagyományos 83-as tá, beküldjük a klubba, viszont srácok, ezt kell ide a második SBC-be, mutatom is, Ugye készen vagyunk már gyakorlatilag az összes live SBC-vel, kijött az új Prime ikon is. Nézzétek meg, a harmadik. Ilyen pikeket ad. Gix nagyon jó szerintem, Zanetti brutál. Na hát többi az... E Kalapszar. <laughs> Na. Szóval. Egyik SBC-t már megcsináltam, srácok, láttatok is mi volt a pakba. És akkor ide kell betenni ezt a tát, amit megszereztek ugye a heti feladatba. Elnyomjuk, és ezzel kész a második SBC. Ad egy pakkot. Two players pakkot, húha. Megnyomták. És elkészült Road to the Final Weekly Objectives SBC. Nem volt olyan meccs, amin idegbolt kapott Alex. Nézzük, ahogy kísértál. remélhetőleg még fejlődni is fog, ugye ez egy 85-87-es bundesligás brutális védőnk, nagyon jók a, ugye stamina az kicsit gyenge, ez az a strength 95-ös, elég magas is 6,4 láb, az brutál, defending értékei brutálok, jó lesz, de megérte megszerezni, főleg, hogy nem nekem kellett vele nem. Na, Alex még rányom a... Erre a brutál pakra, egy ritka lehet benne, azt mondja. Jó, de nézek. Beadja a kántét, figyeld. Nem adja be. már, adja be. Azt mondja... Fos. Szerintem az duplikét is. Ja. Na srácok, hát ennyi lett volna a TSBC, amúgy össze volt kapcsolva a heti feladattal. Szerintem megérte a küzdelem. Alex azt mondja, hogy nem. Mindenesetre <laughs> megcsináltuk ezt a negyedik el játékost is, amit először fogtok látni a csatornán, és utána a többi el játékos szerintem. Úgy jönnek most sorba az sbc s videók is a csatornára. Ha tetszett, rá egy lájkot, csipi voltam, szevasztok!